A Niki Lauda sztori. Első fejezet. Nürburgring. Tűz a zöld pokolban. Azt mondták, hogy Adenauban, a kórházban először megkértem Daniela Audettót, hogy fogja a bérelt kocsim kulcsait, vegye ki a csomagomat, és hívja fel a feleségemet, Marlénét, hogy jól vagyok. Én ebből semmire se emlékszem. Vonalban voltam a brazil rádióállomással is. Fogalmam sincs, hogyan értek el. A kezembe adták a telefont, és interjút adtam. Erre se emlékszem. Lassan tértem magamhoz. Hogy mire emlékszem? Amikor felszálltunk a helikopterrel, megkérdeztem az orvost, aki mellettem ült infúziós palackkal a kezében, hogy hová megyünk és meddig tart. Mire ő? Mannheim, 45 perc. Ismét működött az agyam. Niki nem halhatott meg. Spóroltam neki egy órát a mentésnél, mert a mentőautó 12 kilométert ment volna érte, majd onnan további 20 kilométert a főúton, Adenauig. Ott voltam a kórházban. Kuske von Hanstein versenyigazgató segítségével mentettük meg Niki életét. Dr. Lusz és Dr. Peter szerint 10 percen múlt az élete. Helikoptert küldtünk, és az ilyen balesetekre szakosodott kórházat értesítettük. A nővérke megkérdezte, hogy kérem-e az utolsó kenetet. Gyorsan átgondoltam a dolgot, de én úgy gondoltam, hogy nincs semmi baj. Bólintottam, de semmi más nem hallottam, csak éreztem, hogy valaki megfogja a jobb vállamat. Egy ideig nem történt semmi. Folyt tovább az élet az intenzív osztályon, ahol természetesen más betegek is feküdtek rajtam kívül. Észrevettem, hogy egy pap tartózkodik a közelemben.
Azt hitte, eszméletlen vagyok, és úgy adta fel az utolsó kenetet, hogy nem beszélt hozzám. Dühös voltam, mert azt hittem, hogy majd ő erőt ad, amikor az Úr segítségére várok, és azt mondja, hogy élni fogok. De nem ez történt. Haragudtam rá, és azt mondtam magamban, csak azért is. Tény, hogy Nicky ellenezte a Nürburgringi versenyt. Az is tény, hogy találkozni akart a többi versenyzővel, ahogy az is tény, hogy sokat vitázott a sajtóval. Mindezek miatt számos negatív gondolat töltötte el. Hogyan tegyünk 46 kilométert biztonságossá? Mert ilyen hosszú a 23 kilométeres versenypálya két oldala. Mindkét oldalon lenniük kell tűzoltóknak, mentősöknek és pályabíróknak. Egy egész hadsereg volt, de nem jutottak hozzá időben a felszerelésükhöz. Akik ott haltak meg, sokszor fölöslegesen veszítették el életüket. Nem kellett volna meghalniuk. Nem voltak olyan tűzoltó berendezések, amelyekkel üzemanyagot, olajat, elektronikát, vagy olyan közönséges anyagot, mint a gumit, el lehetett volna oltani. A Forma 1-es kocsik olyan gyorsan fejlődtek, hogy 76 elején Long Beachben össze kellett hívni a szakszervezetet. A Forma 1-es versenyzők szervezetének elnöke voltam, és arról tárgyaltunk, hogy a Nürburgring elég biztonságos-e az ilyen gyors kocsikhoz. Röviden 3-2 arányban leszavaztak a kollégáim. Azzal érveltek, hogy a Nürburgringet egy 3 éves felújítási terv keretében védőkorlátokkal és más egyebekkel látják el. Egy évvel korábban kértük, és a kollégáim azt mondták, hogy menjünk oda, mert mindent megcsináltak, amit kértünk. Az autók ugyan túl gyorsak voltak a pályához, de még egyszer versenyeznünk kellett rajta. Egyöntetű versenyzői döntés volt, ezért augusztus 1-én kimentem a ringre. Mindig is tudtam, hogy veszélyes, de ez nem volt rám negatív hatással. A Nürburgring a világ leghíresebb versenypályája. A 20-as években épült, hogy munkahelyeket teremtsenek Németország egyik legszegényebb részén. A II. Vilmos császár által finanszírozott német kormányberuházás emberek ezreinek adott munkát. The 1927. június 18-án nyitották meg az évenkénti Eiffel autó- és motorversennyel, amin a legendás Rudolf Caracciola diadalmaskodott. A 30-as években a Nürburgring volt az ezüst nyilak szülőhelye. Hogy megfeleljenek az akkori súlyhatárnak, a Mercedes éjszaka eltávolította a fehér festéket a kocsikról, és létrejött a ma is használt védjegyük. A 22,8 km hosszú Nordschleife 180 kanyarja, a sűrű erdő és a dimbes dombos terepen haladó aszfalt embert és gépet egyaránt próbára tesz. Ez a hely hősöket és tragédiákat teremtett. Egy hely, ahol napjainkig 70 versenyző halt meg a verseny hétvégéken. A hely, amely 400 ezer nézőt vonzott, akik látni akarták az autóversenyt. 1950-ben megalakult a Forma 1, és a Nordschleife a 70-es évekig az autóversenyzés etalonja lett. In 1976-ban a Forma 1 búcsút intett a Nordschleife-nek, de az autógyárak továbbra is itt próbálják megjavítani a legjobb köridőt, amit jelenleg a Porsche 918 Spyder tart.
A legnagyobb változás az volt, amikor első alkalommal törölték a Nürburgringi versenyt, ugyanis a sportág történetének része volt. A sportág célját testesítette meg, és egyben a legnagyobb kihívást is jelentette. Körönként 187 kanyar volt benne. Amikor a versenyzői tanácsa a biztonságon dolgozott, Johann Rintet küldték ki a Nürburgringre, hogy gyalogosan és autóval is járja be a pályát a biztonságért felelős tulajdonosokkal közösen. Úgy döntöttek, hogy egyetlen kérésünket sem teljesítik, mert ha csak egyet is teljesítenek, akkor legközelebb 10, 20, 100 vagy 187 kérésünk lesz. És pontosan tudták, hogy ezt már nem engedhetik meg maguknak. Emiatt döntöttek úgy, hogy egy kérésnek sem tesznek eleget, mert ezzel azt mutatnák meg, hogy a többit is tudnák teljesíteni. Amikor ugyanazon a napon találkoztunk Londonban, Bruce McLaren búcsúztatóján, a Szent Pál székesegyházban, amint elhagytuk a katedrálist, a Dorchester Hotelban tartottunk egy versenyzői értekezletet. Tartottunk egy szavazást. Én voltam az elnök, és azt hittem, hogy veszíteni fogok. Azt javasoltam, hogy ne menjünk augusztusban a Nürburgringre. Ha oda megyünk, akkor egyik pálya se figyel majd ránk, mert mindenki tudja, hogy a Nürburgring a legnagyobb kihívás, de egyben a legveszélyesebb is. Nem voltak bukóterek, csak kis fenyőfák. Kiderült, hogy azok valójában 40 méter magas fák. Csak a fák csúcsát láttuk. Azokat hittük kis fenyőfáknak. Egy szakadék volt, így ha egy autó kicsúszott, nem csak a fáknak ment neki, még zuhant is 100 métert. Ezen nem változtattak. Akkoriban ez a mozgalom egyfajta fordulópont volt. Azon gondolkodtam, hogy ha elveszítem a szavazást, akkor kilépek a versenyzői tanácsból, mert ez így nem helyes. Az ember, aki a mérleg nyelvét képviselte, Jack Brabham volt. Ő volt köztünk a rangidős. Abban az évben ment nyugdíjba, de végül azt mondta, azt kell tennünk, amit Jackie mond, mert ha nem tesszük meg most a Nürburgringen, akkor a világ többi pályáján se lesz rá lehetőségünk. Óriási előrelépés volt. Ezután kezdtek hozzá a munkálatokhoz. Nem volt többé 187 kanyar. A táv ugyanakkora maradt, de minden kanyart átvágtak, amelyik veszélyes volt. De továbbra se voltak rendőrök, se kellő számú mentős, se elegendő tűzoltó. Nem volt elegendő pályabíró sem, ahogy az Niki Lauda balesete során be is bizonyosodott. A versenyzők többet tettek érte, mint a pályabírók. Nem azért, mert rossz pályabírók lettek volna, egyszerűen csak nem voltak elegen, és nem voltak megfelelő tűzoltó készülékeik. A változásokkal szembeni ellenállás szánalmas volt. A versenyt leállították. A Bergwerk szakaszon a pálya száraz, süt a nap, mégis teljes a káosz. Három autó ütközött egymásnak, és tört össze teljesen. Folyt a verseny, és megtörtént a baleset. Először azt hittem, hogy annak a vitának az eredménye, amit Niki kezdeményezett még a verseny előtt. De kiderült, azért történt, mert esőgumikon rajtolt el. És az egyetlen, aki slick gumival ment, Johann Mass volt. Okosan csinálta. A pálya másik végén lévő barátai értesítették, hogy a pálya ott száraz. Utcahosszal vezetett. Biztos volt, hogy ő nyeri a futamot.
Pofon egyszerű volt. Nem voltak melegített abroncsaink. A rajttól kezdve slick gumikon voltam, és a pálya nagy része száraz volt. A gumijai megfelelő hőmérsékletűek voltak, ezért nem csúszkáltam. Niki a boxban új slickeket rakatott fel az autójára, amiket nagyon nehezen lehetett felmelegíteni. A hideg slick gumi egy nedves folton rendkívül instabil tud lenni. A felvétel és a tapasztalataim alapján ez a kanyar, és ez nem látszik a filmen, enyhén döntött. Így amikor túl közel ment a belső oldalához, hozzáérte a kerékvetőhöz. Emiatt a kocsi hátulja jobbra kitört, amit egy ellenkormányzás követett. Innentől az autó irányíthatatlan. A másodperc tört része alatt jobbra-balra farolgat, és ez idő alatt csak utasok vagyunk. Niki azért élte túl, mert más sofőrök is balesetet szenvedtek. Pályabíró nem volt a közelben. Ez a baleset jelentette a Nürburgring végét, hiszen a sofőrök szóltak, hogy 22 kilométert nem lehet biztonságossá tenni. Niki Lauda kipördül. Talán elvesztette az uralmát a kocsi fölött, vagy elromlott valami. Guy Edwards volt a bal oldalon, Niki pedig jobbról jött vissza a pályára. Brett Langer belerohant az égő kocsiba, ami átcsúszott a pályán, és én is beleütköztem. Ezután jött egy robbanás. Merzario és Guy Edwards az égő kocsihoz rohant. Mi Brett Langerrel hoztuk a poroltókat, aztán kihúztuk a kocsiból, és ennyi. Az Adenaui kórházban az orvosok szinte biztosra vették, hogy Niki meghal. De nem az égési sérülések, hanem amiatt, amit belélegzett. Rájössz, hogy egyre gyengébb és gyengébb vagy. Jó lenne elengedni mindent, és hagyni, hogy beleess egy mély kútba, vagy egy feneketlen üregbe. De ugyanabban a pillanatban próbálsz reagálni, és megtenni mindent, hogy ne hallj meg. Arra támaszkodsz, amit van, és ez a fejed. Erősen akarod, hogy a tested újra formába jöjjön. A vére már mérgezett volt, amikor az Adenaui kórházba érkezett. Korábban nagyon is élt, és még velem és Huske von Hansteinnel is beszélgetett. Majd egyre inkább elveszítette az eszméletét. Hűvös volt a teste, amikor beemelték a helikopterbe. Amikor a kórházba értünk, az orvosok közölték, hogy minimum 24, esetleg 48 órát kell várnunk, amíg kiderül, életben marad-e vagy sem. Lauda szerencséjére a Mannheimi klinika égési sérülésekre szakosodott. A tüdejét megmérgezték az olvadó alkatrészek gőzei. Közel egy percig ült eszméletlenül a forróságban, de Mannheimben korának legjobb kezelését kapta. A vonal végén Niki Lauda édesanyja van Mannheimben. Hölgyem, igaz, hogy Niki túl van az első krízisen? Igen. Ma éjjel átesett az első krízisen, Istennek hála. De péntek előtt még fogalmunk sem volt, hogy nem mondhattuk el, hogy péntekre túl lesz az életveszélyen. Niki mellett van? Tegnap bent voltam Nikinél. Az intenzív osztályon fekszik, és mindenki steril öltözéket visel. 2 másodpercem volt elmondani neki, hogy mindenki vele van. Bólintott, szóval megértette. Hölgyem, mit gondol, Niki ismeri az állapotát? Tud az égésről, mert többször is megpróbálta megérinteni az arcát, azt azonban nem mondanám, hogy tudna a sérült tüdejéről. Köszönjük, hölgyem. Kérem.
Többször hívtam a Ferrarit, ahol azt mondták, ne maradj a kórházban, úgy sem tudsz segíteni. Menj vissza a pályára, találnunk kell egy másik pilótát. Niki nem vezet többé, ha mégis, idén biztosan nem, ha egyáltalán életben marad. Niki Lauda ébren van, nyugtatókat kapott, mindenre reagál és beszélgetünk vele. Természetesen továbbra is életveszélyben van, és ez így is marad még néhány napig. Ma reggel beszéltem az osztályvezető orvossal. A helyzet továbbra is kritikus, de Nikinek valódi esélye van a túlélésre. Gondolt akkoriban másokra? Nem. Annyira leköt a saját bajod, hogy nem gondolsz másokra. A feleségére vagy a szüleire se? Ő ott volt, ami nagyon jó volt. Mindenki, aki támogat, hatalmas segítség. Amikor fekszel valahol, és nem tudsz normálisan gondolkodni, nem tudod pontosan, hogy mit is gondolj. Aztán ott áll melletted a feleséged, és akkor rágondolsz, mert szereted őt. Nem tudtam beszélgetni vele, de ő beszélt hozzám, ami átsegített a következő 2-3 órán, és mindent jobbá tett. Másnap újra ott volt, ahogyan az orvosok is. Beállt egy bizonyos ritmus, és ebből a ritmusból úgy éreztem, hogy egyre jobban és jobban vagyok. Az édesanyja, a szülei is ott voltak? Igen, és ők is ugyanazt jelentették nekem. Második fejezet. Lauda az autóversenyző legenda. 10 évesen egy kiskocsin tanultam megvezetni. Az egyik unokatestvéremnek volt jogsia. Ő tanított meg rá. 18 éves koromig magánutakon és gyárudvarokon vezettem, és sohasem a közutakon, mert még nem volt jogosítványom. 19 évesen kaptam meg az első igazi kocsimat, egy Mini Cooper S-t. Akkoriban azt hittem, hogy az a világ legjobb autója. 68-ban indultam egy mini versenyen az osztrák dombságban. Ezután nyergeltem át egy Porsche 911-esre. A szezon második felében több hegyi versenyt és pályafutamot nyertem, még Zeltwegben is. A szüleim nem örültek az autóversenyzői ambícióimnak. Különösen a nagyapám akarta inkább az újságok üzleti és nem a sport rovatában látni a nevemet. De nem érdekelt. Tudatosan építettem a karrieremet, különösen az első sikerek után. Niki Lauda egy befolyásos bécsi gyáriparos családban jómódban nőtt fel. A dédapja Ernst 1916-ban lovagi címet kapott Ferenc József császártól. A nagyapjával, Hans Laudával, a gyárossal és lelkes lovassal számos konfliktusa volt. Az autóversenyzői karrierjét a nagybátyja Heinz támogatta. Az első versenyautóülést Kurt Bergmann-tól kapta egy Formula V Caymanban 1969-ben. Bergmann ezután adott egy jobb motort, ami jót tett az önbizalmamnak. Hockenheimben egészen az utolsó kanyarig én vezettem, ahol megpördültem, de így is negyedik lettem. Másnap a Bécshez közeli Aspenben versenyeztem. A szabad edzések során azt hittem, hogy a Formula V gyerekjáték, ahol mindenkit megverek. Már az első szabad edzésen felborult az autója. Attól kezdve minden Formula V versenyen ott voltunk. Még az európai bajnokságban is versenyeztem. Behünk volt, de néhány karamboltól eltekintve mindig dobogóra álltam, ha befejeztem a versenyt. Az első évem a Formula V-ben Bergmannnal sikeres volt, de a következő a Forma 3-ban McNamara-val már kevésbé volt az. McNamara autói nem igazán voltak versenyképesek, ezért Laudának kockáztatnia kellett. Így azonban mindkét géposztályban kiesett vagy karambolozott. A szezon végén McNamara nyugdíjba ment, és Lauda túraautósként folytatta egy Porsche 908-assal. Néhány gyors győzelemmel megmentette a szezonját. 71-ben meggyőztem egy osztrák bankot, hogy segítsenek versenyezni a Forma 2-ben.
Sokat kellett tanulnom, hogy megvessem a lábam abban a géposztályban is. A Marchnál Ronnie Peterson társa voltam, aki rengeteget segített. Nagy dicsőség volt, hogy Rouenben egy egész kört mehettem Ronnie előtt. A csapat ugyan szólt, hogy engedjem előtt, de így is szép eredményeket értem el az európai bajnokságban. Lauda Forma 1-es karrierje 1971. augusztus 15-én kezdődött az osztrák nagydíjon egy Márcsban, de két kör után kiesett. 72-ben hitelből vett egy pilóta ülést a March csapatnál, ahol Ronnie Petersonnal versenyzett együtt. A rosszul sikerült 72-es Márcsot Lauda vezethetetlennek nevezte, és a szezon végén Petersonnal együtt otthagyta az istállót. 73-ban a Marchnak ismét anyagi gondjai voltak. Azért rúgtak ki, mert tudták, hogy a nagy adósságom miatt én már úgyse viszek nekik több pénzt. Louis Stanley adott egy esélyt, hogy vezessek egy BRM-et. Ingyen kör volt. Ha megyek egy jó kört, kapok egy almát. Ennyi az egész. A 60-as évek sikercsapatánál, a BRM-nél Clay Regazzoni csapattársa lett. A BRM 72-ben még utoljára megnyerte a monakói futamot, majd anyagi gondok miatt hanyatlani kezdett. A BRM-nél keményen dolgoztam. Dél-Afrikában én voltam a leggyorsabb. Jól alakult a szezon, és megtaláltam a helyemet a csapatnál. Persze, hogy kértem fizetést, hiszen mindenki szép pénzeket kapott. A 73-as monakói nagydíjon a teljesítménye megfordította a versenyzői karrierjét. A Ferrari engem akart, mert a kommendatore látta, hogy Monakóban a Ferrari-s Jackie X előtt megyek a harmadik helyen. Ugyanazon a napon, amikor a BRM-nek ki kellett volna fizetnie, a Ferrari megkeresett és felajánlott egy ülést. Ezért az osztrák nagydíj után szerződést kötöttem a Ferrari-val. 74-ben a Ferrari újjászerveződött Daniele Audetto versenyigazgató irányítása alatt. A csapat sorsát hamar meghatározta a kevéssé ismert Lauda, aki második lett a szezonnyitó argentin nagydíjon. A versenyzés mellett Niki Lauda már egy újabb szenvedélynek is hódolt, a repülésnek. Gyakran tűnt fel a salzburgi repülőtéren. Később a hobbija a hivatása lett. Saját légitársaságot alapított. Első győzelmét, ami a Ferrari-nak az első volt 72 óta, három futammal később a spanyol nagydíjon szerezte meg. Abban az évben a holland nagydíjat is megnyerte. Negyedik lett a világbajnoki tabellán, és elszántan tesztelte és fejlesztette az autóját. 1975-ben elsőként teljesítette 7 percen belül a Nürburgring Nordschleife-ét, és nyerte meg az első világbajnokságát a monzai olasz nagydíjon elért harmadik helyével. Niki jó srác és nagyon jó barátom. 1970 óta versengünk egymással. Sokak szerint teljesen mások vagyunk, pedig ugyanúgy szemléljük az életet, és a céljaink is azonosak. Haben er und ich die gleiche Lebenseinstellung und dieselben Ziele. Számunkra nem csak a verseny létezik. Az csupán egy eszköz a végső cél eléréséhez. Számunkra az első, és a legfontosabb az, hogy élvezzük az életet. Meg se próbálom értékelni a társaimat, ez nem az én tisztem. Niki eredményei önmagukért beszélnek. Ő egy maximalista. Er ist ein Perfektionist.
De nem olyan sokoldalú, mint sok más pilóta, akiket nagyra becsülök. De mi sem árulkodik jobban a képességeiről, mint az, hogy alig versenyzett más géposztályban, mint a Forma 1. De ami a Forma 1-et illeti, nagyon kemény versenyző. Így ülünk a kocsiban. Ez a kormány, ez pedig a fordulatszámmérő. 12.500 a maximum. Ha fölé megyünk, meghal a motor. Ha az alá, akkor lassúak vagyunk. Balra van az olaj és a vízhőmérő. Két jelzés van rajta, fehér és vörös. Jobbra van az olaj és a benzinnyomásmérő. A kis kapcsoló a motort állítja le, ha beragadna a gázpedál. 5 fokozatú sebváltó, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös, ami nagyon kényelmes. Talán a Ferrari-é a legjobb sebváltó. Ha tolatnék, csak felnyitom a csappantyút, ami megakadályozza, hogy véletlenül rükkvercbe tegyem, amikor 1-esből 2-esbe váltok. A pedálok nagyon fontosak. Az utcai kocsikhoz hasonlóan jobbra van a gáz, középen a fék és balra a kuplung. A váltó nem szinkronizált, ezért visszakapcsolásnál a dupla kuplungolást a sarkammal oldom meg. 3 üzemanyag tank van benne. Egy jobbra, egy balra, egy pedig mögöttem. 210 liter fér beléjük. A motor 12 hengeres, mindkét oldalon 6-6 légbeömlővel. 500 lóerős. Maximum 12.500-as fordulattal. 12.600-nál tönkre megy. 12.400-nál lassú. Ez a tűzoltó berendezés kapcsolója. Nürburgring után tettünk bele egy hőérzékelőt, ha netán nem tudnám bekapcsolni. 60-70 fok között aktiválódik, és a körülöttem lévő fúvókák tűzoltó anyaggal kezdik elárasztani a pilóta ülést. Ez egy autó vagy egy négykerekű bomba? Az attól függ. A nagymamám bombának mondaná. Szerintem meg egy minden igényt kielégítő versenyautó. Mennyi az esélye annak, hogy túléljen egy 250 km/h ütközést? A Ferrari egy nagyon erős kocsi. Ha megnézi a tavalyi Nürburgringi balesetemet, ahol 200 km/h sebességgel mentem neki egy kőfalnak, a kocsi belseje alig sérült meg. Harmadik fejezet. Monza a csodálatos visszatérés. Ma reggel meglátogattam őt, és azt mondta, vagy inkább mondjuk azt jelezte, hogy mielőbb haza akar menni. Szeretek Ausztriában lenni, mert imádom ezt az országot. Sajnos csak 2-3 napot tudok itt pihenni. A többin végig úton vagyok. Tudom, hogy szeret itt lenni. A versenyek után, amint teheti, jön haza. A ház, amit épített, sokat segített a baleset utáni felépülésében. Nem sokkal korábban találkoztunk először. Amikor Niki eltörte a bordáját, Heinz Prüller hívta fel az apámat, aki éppen a síugrók edzőtáborából érkezett haza. Heinz megkérte, ugorjon be Hofba, mert Lauda mozdulni sem tud. Az apám azt mondta, biztos vannak elegen, akik vigyáznak Nikire. Heinz Prüller nem adta fel. Ezért az apám megállt Nikinél, és megállapította, hogy az egyik borda ízülete elmozdult. Mondta Nikinek, hogy másnap ugorjon be vizsgálatra Boygenfürst professzorhoz, és majd meglátják, mit tehetnek. Nikit lenyűgözte az apáma, hogy őt is Niki.
A kapcsolatuk korai szakaszát nem a harmónia jellemezte, de másnap Niki ott volt Bécsben, és miután Boygenfürst professzor igazolta az apám diagnózisát, készített egy speciális fűzőt, hogy Niki indulhasson a spanyol versenyen. Ez a jelenet alapozta meg végül a Nürburgring utáni rehabilitációját is. Az apám besietett a kórházba Nikihez, és azonnal észrevette a különböző hiányosságokat. Olyan egyszerű dolgokat, mint Niki fekélyes füle. Amikor rákérdezett, mit fognak tenni, az orvosok azt felelték, megvárjuk, míg leesik. Amikor ilyen helyzetbe kerülsz, és rájössz, mennyire rosszul vagy, elkezdesz mindent elkövetni azért, hogy életben maradj. A test állapota nagyon bonyolult dolog. A toxikus gázok, amiket belélegzett, megmérgezték őt. Az antibiotikum nem az egyetlen üdvözítő megoldás, bár alkalmas az emberi test gyógyítására. Ugyanez vonatkozik a kortizonra. A mozdulatlanság sem tesz jót a testnek, mert olyankor a bélműködés nem megfelelő. Két naponta repültem Mannheimbe orvosi ellenőrzésre. A vizsgálatok után hazamentem. Fontos volt, hogy mielőbb kikerüljek a kórházból, friss levegőhöz jussak, sétálhassak, és egyszerű tornagyakorlatokat végezhessek el azok után, hogy végre kikerültem a halálos ágyamból. Willy szigorú diétára fogta Nikit. Niki többször is felhívta az anyámat, és azt kérdezte, készítene nekem egy rántott húst vagy egy kis krumplit, mert Willy rövid pórázon tart. Mindez a németországi orvosok akarata ellen volt, de számomra az volt a legfontosabb, hogy mielőbb talpra álljam. Később a saját felelősségemre már az orvosok is mindenben támogattak. A második orvosi vizsgálatomon megnézték az átültetett bőrt a fejemen, ami nem gyógyult megfelelően. Az orvos megkérdezte, hogy kényes vagyok-e. Attól függ, mondtam, majd hirtelen egy csipesszel letépte a fejemről a transzplantált részt. Váratlanul érde, azt mondta, minden rendben van, most már vége. A fájdalom szinte elviselhetetlen volt. De szerencsére a transzplantáció alatti bőr már begyógyult és regenerálódott. Az apám saját készítésű körönvirágkrémmel kezelte Niki sebeit, amik ruganyosak és elasztikusak maradtak. Néhány szilánkot is eltávolított Niki arcából, mert a szilánkok fájdalmat okoztak a maszk vagy a bukósisak viselése közben. Pofon egyszerű. Ha megég az arcod, és belenézel a tükörbe, vagy megölöd magad, vagy simán élsz tovább. Számomra ez ilyen egyszerű. Az egyetlen gondot az okozta, hogy a jobb fülemet bámulták, amikor beszélgettem valakivel. Mondtam nekik, hogy a szemem itt van, és nem ott. Mi olyan érdekes? Mindenki tudni akarta, mi van a sapka alatt. Azért kezdtem sapkát viselni, hogy ne nézzenek. Milyen volt az arca, amikor először látta? Hatalmas és égett. De később bőrátültetésen estem át, és ma már határozottan másképp nézek ki, mint korábban. Sok ember születésétől fogva sem néz ki jobban, mint ahogy én most. Nekem legalább van rá mentségem. A baleset. Sokáig semmit sem tudtunk. A média elhitette velünk, hogy Niki a halállal küzd. Felhívtam őt a kórházban. Érdekes volt, mert amikor azt olvasod az újságban, hogy az életéért küzd és kómában van, akkor egyfajta várakozás van benned. De erősnek éreztem, tiszta volt a hangja és a tudata. Egy halottnak itt emberrel üzleteltem. Az első sajtókonferenciáról tárgyaltunk, hogy mennyit kért érte, nem emlékszem, de azt tudni akarta, hogy hol és mikor lesz.
A Schloss Pustl nevű vidéki kastélyhotelben került rá a sor, ahová a korábbi orvosával, az osztrák fitness guruval Willy Dungl-lal érkezett meg. Akkoriban már viselte a Lauda sapkát, ami egyszerű reklámhordozó volt, bár a sérülései eltakarásához készült. Számomra a sajtókonferencia rendkívül lenyűgöző volt, és sokat elárult Niki hidegvéréről. A fotósokkal együtt mentünk be a terembe, akik elől tolongtak az asztalnál, ott, ahol Niki ült. Mögöttünk helyezték el a szponzorok tábláját. A fotósok azonnal fotózni kezdték Niki sérült arcának minden egyes centiméterét. Niki úgy fordította a fejét, hogy minél többet lássanak az arca jobb oldalából, és lássák, hogy hiányzik a füle. Villogtak a vakuk. Első alkalommal láttam, hogy mennyire megviseli mindez ezt a higgadt embert. Einen Eindruck auf diesen wirklich kaltschneuzigen coolen Typen gemacht. Majd jött az első kérdés, természetesen egy német újságírótól. Hogy érzi magát egy ilyen természetellenes arccal? Wie fühlen Sie sich jetzt mit Ihrem unnatürlichen Gesicht? Mire így felelt? Miért természetellenes? A természetes combom egy darabja van rajta. A második kérdés hasonló volt. Mit szól hozzá a gyönyörű felesége, Marlene, a mostani kinézetéhez? Tudtam, hogy azt, ami történt, nagyon nehéz elviselni. Senki sem érdeklődött arról, hogy érzi magát, vagy vannak-e fájdalmai. A puszta tényekre kérdeztek csak rá, és a félreérthetetlen nyers kérdések mély benyomást tettek Nikire. Miután távoztunk a félórás sajtókonferenciáról, a kis hotelszobához vezető sötét folyosón, Niki rám nézett, és így szólt. Fechter, láttad, hogy megőrültek az égett arcomért? Mostantól kétszer ennyit kérünk. Ennyi. Azért viselek ma is sapkát, hogy az emberek a szemembe nézzenek, és ne az égett bőrdarabokat keressék az arcomon. A házunkat, az utcát, de még a fészert is megrohamozták az újságírók és a fotósok. Hatalmas teleobjektívekkel felszerelkezve lesték, hogy Niki mikor néz ki az ablakon. Ám őt úgy járt az eszükön, amikor edzésre ment, hátul távozott, hogy elkerülje a háza előtt várakozó siserehadat. Nagyon örülünk a mai vizsgálati eredményeknek. A labor eredményei és az életfunkciói is jók. Néhány adat még hiányzik, de nem hinném, hogy akadálya lenne a monzai indulásának. Mindenben együttműködünk Inama professzorral az optimális felkészüléshez. Az utolsó teszteket is megvártuk, és nagy örömömre mind pozitív lett, ami azt bizonyítja, hogy jó irányba haladunk. Nincs olyan, aki ne látta volna a tévében a balesetet, de egyesek szerint nem is sérült meg olyan súlyosan, különben nem versenyezne újra. Ők bizonyára jobban tudják, mint én. Milyen sérüléseket szenvedett? És melyik volt a legsúlyosabb? A belélegzett mérges gázok, vagy az égés? Nagyon egyszerű. Egy hétig voltam az intenzíven. Az első három nap elég rossz volt, mert a tüdőm nem igazán működött. A vérképem is nagyon rossz volt. Három nap után jobban lettem, akkor kezdtük kezelni az égett fejemet és jobb csuklómat. De most már jól vagyok. Niki Lauda úgy tesz, mintha semmiség lenne, de Inoma professzor korábban azt mondta, hogy Niki Lauda gyógyulása hónapokig is eltart az egyébként halálosnak mondható sérülései alapján. Mivel magyarázza a gyors felépülést?
Egyszerűen annak az eredménye, hogy vasakarattal küzd azért, hogy újra formába jöjjön és visszatérjen a hivatásához. Lenyűgözőnek tartom, hogy ilyen gyorsan felépült és visszatér a versenyzéshez. Borzasztó nehéz lehet egy ilyen súlyos baleset után újra vezetni. Fantasztikus eredmény. Óriási elszántságról árulkodik. Bizonyára vannak még fájdalmai, ezért nem lehet könnyű a maszk és a sisak viselése. Lenyűgöző, különösen az időmérőn elért ötödik helye. Mire számított? Arra, hogy itt egyáltalán nem fog vezetni. Azt hittem Kanadában vagy az USA-ban tér majd vissza. Az, hogy itt van, lenyűgöző. Csodálom, ahogy a balesetét feldolgozta. A sok olykor megmarad. Nekem is volt balesetem, és nehezen tettem túl magam rajta. Nem nyomom annyira a gáz, de ő fantasztikusan csinálja. Az autó fizikális vezetése nem okoz problémát. Az egyik legfőbb gond az, hogy fejben is ott legyen. De úgy tűnik, nála ez is rendben van. Biztos vagyok abban, hogy a fizikai állapotának megfelelően fog vezetni, és nagyon örülünk annak, hogy itt van. Sportszerűtlennek tartom, hogy a Ferrari azonnal felvett egy harmadik pilótát, mert ezzel kikényszerítette Nikita betegágyból. Vezetnie kell, különben nem tarthatja meg a helyét. Csodálatos, hogy ilyen gyorsan felépült, és újra vezet. Milyen érzés lesz újra Niki ellen versenyezni? Kemény meló. Túl sok a víz, lehetetlen így vezetni. Négy kör alatt megnéztem, hogyan teljesít a kocsi, és megnéztem a két új sikánt. Újabb orvosi vizsgálatra kell mennie. Miért? A szervező azt mondta, hogy öt orvosnak kell látnia úgy, hogy megyek. Nem aggódik? Szerinte nem tudok itt vezetni, és nekem egyet kell értenem vele. A legfontosabb a hozzáállása, az intelligenciája és az egészséges életmódja volt. El sem tudom képzelni, hogyan maradt volna életben, ha dohányzott volna. Minél előbb vissza akartam térni, nehogy elvegyék a helyemet. A baleset nem állított meg. Ismertem a veszélyeket. Balesetem volt, logikus volt, hogy folytatom. Az utóbbi nehéz hetekben gondolt vagy vágyott arra, hogy Nikinek abba kéne hagynia a versenyzést? Nem. Nem használtam fel erre a betegségét, ha lehet annak nevezni. Nem mondtam neki, hogy hagyja abba. Butaság lett volna, mert tudtam, hogy úgy se tenné meg. Ő nem egy barátságtalan ember. Aki személyesen ismeri őt, tudja, hogy egy hétköznapi fickó. Nem azért a barátod, mert világbajnok, hanem azért, mert egy rendes ember. Kedves fickó. Nagyon kedves fickó. Sokak szerint csak a versenyautójának és a sikernek él. Ez igaz a pályára, ahol 100%-osan a futamra koncentrálok. Aki nem a pályák alapján ítél meg, rájön, hogy olyan vagyok, mint bárki más. Csupán 33 nappal a kórház elhagyása után Niki Lauda negyedik lett az olasz nagydíjon. Abban az évben egy ponttal veszítette el a VB címet James Hunt-tal szemben. De 1977-ben a Ferrari-val, majd 84-ben a McLaren-nel harmadszorra is világbajnok lett. Negyedik fejezet.
Hosszú utazás a haláltól a biztonságig. Az autósport biztonsága nem, vagy csak halványan létezett. Minden az 1984-es első versenyekkel kezdődött. Minden gyár bizonyítani akarta, hogy övé a legjobb és legtartósabb portéka, ezért nagy versenyeket rendeztek Franciaországban. A 19. század végén a megbízhatósági versenyek Párizsból indultak Le Mansba, Rouenbe, Rotterdamba, Berlinbe vagy Madridba. Azokat a versenyeket murvás utakon tartották, és olykor tragikus balesetek történtek. A korszak végét az 1903-as Párizs-Madrid verseny jelentette, ahol a 300 autó fele összetört vagy elromlott. Több mint 100-an sérültek meg. 3 néző és 5 versenyző halt meg a Pireneusokban vezető veszélyes utakon. Az első valódi versenypálya 1907-ben épült fel a London melletti Brooklands-ben. De az olyan megbízhatósági versenyek, mint a 24 órás Le Mans-i, egyre népszerűbbek lettek. Az autóversenyzők lettek az új hősök egy modern, motorizált világban, mely évről évre új gépcsodákat hívott életre. Az egyetlen, ami megmaradt, az a szenvedély volt. A technológia változik, de a fenevad nem. És a fenevad maga a sofőr. Nem tudom elképzelni, hogy akár kevesebb, vagy akár több szenvedély lett volna bennem, mint Caracciolában, Nuvolariban, vagy az előttük és az utánuk lévő versenyzőkben. De említhetném Stirling Moss-t, Jim Clarkot, vagy Jackie Stewartot, vagy Niki Laudát, de ugyanígy Alan Prostot, vagy Ayrton Sennát, vagy a maiak közül Rosberget, Hamiltont és Vettelt. Ők ugyanolyan fenevadak, mint akikkel én versenyeztem, vagy az elődeim. Műszakilag egyre gyorsabb kocsikat építettek, de a biztonság mit sem változott. Nem voltak biztonsági övek. Az üléseket készítették el úgy, hogy ne essél ki minden bukkanónál. A fékeket új anyagokból gyártották, hogy jobban bírják a terhelést, de az útról nem volt szabad lesodródni, mert ott fák, árkok és szegélykövek vártak. Tudtak a veszélyekről, de semmit sem tettek ellenük. Vielleicht Gedanken machte, aber konnte nichts dagegen tun. A speciális pályákon futó versenyek egyre népszerűbbek lettek. A híres berlini Avuson 1920-ször verseny. A 20-as éveket az olasz kocsik uralták, majd a 30-as évek elején megszülettek az ikonikus ezüstnyilak. Ezek a műszaki csodák a legendás pályákon és a népszerű hegyi versenyeken is ott voltak. De olyan balesetekben is érintettek voltak, mint az 55-ös Le Mans-i, ahol 84 néző halt szörnyet egyetlen balesetben. Ezzel le is zárult az ezüstnyilak kora, mert a szezon végén visszavonultak a versenyzéstől. Nem voltak bukós isakok. Az autóversenyzők vászonból készült sapkát viseltek, és egy jobb szemüveget a felverődő kavicsok és a bogarak ellen. Első alkalommal a háború után kezdtek mélyebben elgondolkodni a biztonságon. A mai napig nem értem, hogy annak idején az autóversenyzők sapkái miért készültek bőrből.
Ez egy olyan valami, amit a mi modern autóversenyzői világunkban egyszerűen képtelenek vagyunk felfogni. A Mille Millián például, amikor Stirling Moss rekordot állított fel az SLR 300-assal, 1600 kilométert vezetett több mint 160 kilométer per órás átlagsebességgel, kavicsos utakon. Ma ezt nem lehetne megtenni. A mai forgalomban nem vállalhatnánk ekkora kockázatot. De a korabeli versenyzőknek ez volt a normális. És ezért számítanak még ma is hősöknek. Az én nemzedékem pilótái mélységesen tisztelik a régi generációt. Amit ők érdekel, az egyszerűen felülmúlhatatlan. Szerencsés vagyok, hogy a nyomdokaikba lépve megérezhetem a régi idők hangulatát. De azokat a versenyeket ma már sehol sem engedélyeznék. Nálunk a legmagasabb szintű műszaki szabványok voltak érvényben. Az apám, aki még élt, amikor aktív Forma 1-es pilóta voltam, nem hitte el, mekkora különbség van az ő Auto Union 36-osa és az én kocsim között. Háromszor modernebb volt az övénél. Ők még porvédő sapkában, az autóból kilógó kézzel vezettek. Ahogy elnézem, a mai autók pedig legalább 10-szer modernebbek az enyémnél. A legjobb anyagokkal dolgoztunk, és ismertük a kockázatokat, de nem törődtünk velük. Monzában, abban az évben, amikor Ascari meghalt, egy szegélykőnek ütközött neki. Azok a kövek mit védtek? A mögöttük lévő bokrokat, vagy a füvet? Neki csúszott a kőnek, amitől az autója többször is megpördült a tengelye körül. Ő kizuhant a kocsiból, és kitörte a nyakát. Akkoriban ezek elfogadott dolgok voltak. Tudták, hogy a versenyzés veszélyes, és senki sem próbált javítani a biztonságon. Volt egy időszak, amikor sorra veszítettük el a pilótákat, minden hónapban. Nagyon sokan haltak meg. 1960-ban, négy egymást követő hónapban, egyazon hétvégén, ugyanazon a hétvégén. Április 7-én meghalt Jim Clark, május 7-én meghalt Mike Spence. Szintén a hetedikei hétvégén, júniusban, Ludovico Scarfiotti. Júliusban, ugyanazon a hétvégén, ugyanabban az évben, Joe Slesser halt meg Rouenban, egy borzalmas tűzben. Négy egymást követő hónapban olyan óriási versenyzők, akik értették a dolgukat. Aztán ott volt az összes baleset 70-ben, Johan Rintel, Bruce McLarennel, Pedro Rodriguezzel, és még egy sor remek versenyzővel, mint Pierce Courage. Olyan idők voltak, amilyet soha többé nem látott ez a sportág. Jackie-t ismertem, és mélyen tiszteltem. Junior Forma 1-es koromban 3 évig dolgoztam együtt Jackie-vel a fia csapatánál, a Paul Stewart Racingnél. Próbáltam megérteni, hogy tudott versenyezni egy olyan korban, amikor évente vagy havonta veszítették el a pilótákat. A karrierem során egyszer sem láttam halált a pályán, még gokártos koromban 11 évesen sem. Amikor 94-ben beültem a Williamsbe, tudtam, hogy a történelem legnagyobb pilótája halt meg benne. 1970-ben a Firestone a csapatfőnököket, a pilótákat és a konstruktőröket is meghívta a francia nagydíjon Ferrand szimpóziumra, hogy bemutassák nekik a Vietnámban helikopterről ledobott gumitartályokat. Ezek a gumitartályok golyóállóak voltak, és a Firestone azt gondolta, hogy ez érdekelheti a Forma 1-et. De csupán Jack Brabham, Danny Halm és egyetlen konstruktőr Ron Turanak jelent meg. A többieket nem érdekelte, mert a tartályok pár kilóval nehezebbek voltak.
Jackie Stewarttal kezdődött a 60-as évek végén. Ő kezdett el gondolkodni a biztonság javításán. Nagyobb bukótereket, de mindenek előtt mindenhová szalagkorlátot akart tenni. Az ő elmélete volt az, hogy minél élesebb szögben ütközik egy autó a korlátnak, annál jobb. Ha a korlát közel van a pályához, kisebb lesz a becsapódás ereje. Ha kicsúszok és megpördülök, nem sokat lassulok. Ha tompa szögben érem el a korlátot, az veszélyes. Ha a korlátok az út mellett vannak, mint Monakóban, akkor kevésbé súlyosak az ütközések. A legcsúnyább balesetek akkor voltak Monakóban, amikor nem volt korlát. Monakóban 1967-ben még nem voltak szalagkorlátok. A kikötői sikánt szalmabálákkal rakták körbe. Azok mögött álltak a kikötőbakok a jaktok számára. Lorenzo Bandini egy ilyen baknak ütközött neki, amitől szétrepett a benzintankja. Az autó felrobbant, és Monakót beborította a füst. Bandinit nem lehetett megmenteni. Elevenen égett el. A pályabírók nem jutottak el hozzá, mert csak egy póló volt rajtuk, és kerti locsolóval próbálták oltani a tüzet. Ez az eset vetette fel először a biztonsági problémákat. De sok időbe telt, mire történt valami. Akkoriban egyre több temetésre és gyászszertartásra jártunk, hogy kifejezzük az együttérzésünket az apáknak, az anyáknak, a fivéreknek, a nővéreknek, a feleségeknek és a barátnőknek. Nyomasztó idők voltak. Biztos vagyok abban, hogy egyik pilóta sem volt olyan erős, hogy hosszú távon ne hatottak volna rá ezek az események. Ugyanis nem álltunk háborúban. Ez egy sport volt, ahol mégis sorra gyilkoltuk az embereket, és senki se tett semmit a változásért. A mozgalom, amit akkoriban vezettem, talán az egyik legfontosabb dolog volt, ami az autósportban történt azért, hogy emberek életét mentsük meg. El tudják hinni, hogy 20 éve egyetlen pilóta se halt meg a pályákon? Hihetetlen, hogy mennyit fejlődött a Forma 1 a balesetek terén, ahogy az emberek elsétálnak a balesetek helyszínéről. Jó, hogy versenyezhetünk, de nem vagyunk veszélyben. Örülök, hogy ezt a kockázatot kizárhatjuk. Nem akarjuk átélni azt, amit a kollégáink és a hőseink. Tiszteljük a 60-as, 70-es és 80-as évek pilótáit, mert ők járták ki nekünk ezt az utat. Azokban az években túl sokan haltak meg Forma 1-es versenybalesetekben. Az utolsó fekete hétvége 1994-ben volt, amikor Ronald Ratzenberger az április 30-ai időmérőedzésen, majd másnap május 1-én a futamon a legendás Ayrton Senna veszítette életét. Kivételes eset volt, mert Senna a sportág ikonikus alakja volt. Azon a hétvégén ragyogó idő volt, gyönyörű tavaszi hétvége. Bologna közelében laktunk, és valahányszor kimentünk a pályára. Mindig úgy éreztük, mintha egy sötét felhő lenne a pálya fölött. Pénteken ugyanis Rubens Barrichello már balesetet szenvedett. Milyen sokan tapasztalták meg ugyanezt. Hihetetlen fejlődés ment végbe. Az irányító testület hirtelen felébredt. A konstruktőrök egyszeriben magukhoz tértek. A teljes folyamat és az egész gondolkodásmód gyökeresen átalakult. Ám ehhez túl sok embernek kellett meghalnia. A Forma 1 ma már több egy névnél. A mérnöki csúcs teljesítmény, a marketing és 94 óta a legmagasabb szintű biztonság globális üzlete. Az évek során egy valami nem változott. A Forma 1 a járműipari fejlesztések előfutára.
A legtöbb új anyag a technikai sportokból került ki. A McLaren fejlesztette ki a monokokot a 70-es években. Később jöttek a szupersportkocsik, majd az extrém könnyű autók egyre nagyobb szériában. A szénszál rengeteg előnnyel jár. Rendkívül könnyű nyersanyagaink vannak, amelyek merevek és szilárdnak. A tömegükhöz képest elképesztően nagy energiát képesek elnyelni. A könnyű alkatrészek tulajdonságai miatt üzemanyagot spórolunk, majd nagyobb biztonságot tudunk nyújtani ugyanakkor a tömeg mellett, mint a más anyagból készült elemek esetén. Többféle alkalmazás létezik, de jobbára a célunk a tömeg csökkentése és a biztonság növelése. Az egyetlen hátrány a gyártási költség. A 80-as években és a 90-es évek elején sokkal több veszély volt. Én itt ülhetek, de sok versenyzőtársam és barátom már nincs közöttünk. A ma látható autók erősebb építésűek. És számos törést esztenesnek át. A 80-as években nem voltak ilyen tesztek. A Forma 1-ben 1982-ben mutatták be az első monokokot. Ma már minden csapat szigorú előírások szerint saját maga készíti őket. Pontosan a pilóta méretére gyártjuk le, hogy aerodinamikai szempontból a lehető legkeskenyebb legyen. Hihetetlen, hogy az itt látható görbe mennyire konstans értéket mutat hosszú időn keresztül. Közel 100 millisekundum, és csak a végén van egy kisebb tüske, ahol az orr egy kisé szélesebb. A gyűrődő zóna egyenletesen nyeli el az energiát. Ez azt jelenti, hogy a pilóta testét csak minimális terhelés éri. Ha elveszíted a kocsit, légy higgadt, engedd el a kormányt, tedd keresztbe a karod és várd a becsapódást. A McLaren a 80-as években építette meg az első szénszálas monokokot, amikor visszatértem. A kocsik biztonságosabbak lettek, és nem voltak olyan balesetek, mint régen. Az autók nem gyulladtak ki. Akkor már én sem éghettem volna meg. A Forma 1 fejlődik, hála az égnek! Bemutatom az ülés pozíciómat. Amint látják, olyan, mintha feküdnék. Idéntől még inkább ilyen, mert a kocsik alacsonyabbak lettek, így mi is lejjebb kerültünk. A látótengelyem a határ. Itt van a biztonsági hám. Ha ne adj Isten, balesetem lenne, akkor az üléssel együtt ki tudnak emelni a kocsiból. Ez egy pilóta legszentebb és legfontosabb holmia. Az apám minden versenyemen nagyon izgult, amikor a 20-30 kocsi beért az első kanyarba. Fontos volt, hogy élénk színű legyen, és messziről fel lehessen ismerni. Szeretem, ha mindig ugyanolyan, mert a példaképeim, Ayrton Senna vagy Prost is mindig ugyanolyan sisakban vezetett. Ayrton sisakját még ma is mindenki felismeri, pedig már jó ideje nincs köztünk. Felül van a légbeömlő. Itt jut be a levegő, majd a csöveken keresztül az egész sisakba. Fontos a sok friss levegő, mert őrült hőség van odabenn. A plexin 4 letéphető réteg van, amiket leszakítunk, ha bekoszolódnának. A speciális anyagot még a kő sem üti át. Massa balesete után elől egy extra védőlemezt is kaptunk rá.
Elől több szénszálas merevítés is van benne. Egyértelmű előírások vonatkoznak a sisakokra. Fejlesztői szerződésben állunk egy nagy gyártóval, amely több Forma 1-es csapatnak is szállít. A céggel szorosan együttműködve fejlesztjük a sisakokat az előírásoknak megfelelően. Hosszadalmas és nehéz munka volt a folyton változó biztonsági szabályok miatt. Felipe Massa sisakját egy másik autóról leszakadó rugó találta el. Massa az általunk tervezett sisakot viselte. Akkoriban a biztonsági zóna még nem érte el a plexi vonalát. A balesetet követően ez a biztonsági vonal lejjebb került, ezért a sisak tervezését szinte a nulláról kellett kezdenünk. Van rajta néhány aerodinamikai elem. Ezek nélkül 300 km per óránál a fejünk hátrafelé nyomódna. Egy versenykocsit a gyorsulás és a sebesség jellemez. A formaterv ezt fordítja le tiszta teljesítményre. De az autó egyik legfontosabb eleme a fék. Vigyáz a pilóta épségére, de sokak szerint a fék ugyanúgy kell a győzelemhez, mint a gáz. A fék nagyon érzékeny. Érezni kell. Fontos a jó időzítés. A kanyarhoz közeledve a fékerő helyes adagolása nagyon nehéz feladat. Egy Forma 1-es kocsi légellenállása egy utcai autó háromszorosa. Ezért a gázpedálról lelépő pilótára 1G lassulás hat. Egy teljes fékezés elképesztő erővel préseli a vezetőt a pilóta fülkébe, miközben a fékek 1200 Celsius fokra hevülnek a másodperc tört része alatt. A fék talán a Forma 1-es kocsik legcsodálatosabb eleme, mert a lassulás elképesztő. Nemrégiben a szimulátorban alig több mint 2 másodperc alatt álltam meg 300-ról nullára, ami hihetetlen. Ha olyan vezetné az autót, aki nem szokott hozzá, annak az erőhatások miatt fékezéskor a feje neki csapódna a kormánynak. Nagyon erős tarkóizomzatra van szükségünk, hogy megtartsuk a fejünket. A Forma 1-es fékek az űr technológia számára kidolgozott speciális anyagból készülnek. Rendkívül könnyű, szilárd és persze nagyon drága. Egyetlen fékkészlet 6000 euróba kerül, és egy szezonban autónként 50 készlet kell. A szénszálas fékek 1200 fokot bírnak, és futamonként 800-szor melegednek fel 1000 fokra. A kocsik 9 másodperc alatt gyorsulnak fel 300-ra, de onnan mindössze 2,5 másodperc alatt fékeznek állóra. A biztonsági öv ugyanolyan életmentő, mint egy utcai kocsiban, de a Forma 1-ben gyorsításkor és lassításkor is megakadályozza a testem elmozdulását. A Forma 1-es biztonsági övek könnyű katonai poliészterből, a csatok pedig titán ötvözetből készülnek. Ezek az anyagok együttesen 2 tonnányi erőhatást viselnek el, ami egy frontális ütközéskor érheti a pilótát. A pályák egyre szigorú biztonsági előírások alapján készülnek, ami nagy hatással van a balesetek számára és súlyosságára. A gondosan megtervezett bukóterek lelassítják a kicsúszó kocsikat, és megakadályozzák, hogy a falnak vagy a korlátnak ütközzenek. Az autóversenyzés dicső napjaiban legkevésbé a biztonságra ügyeltek. Szalagkorlátok vagy bukóterek nem léteztek. A 70-es években jelent meg a védőkorlát, majd a 80-as években kavicságyal próbálták lassítani a kocsikat vegyes sikerrel. A használt gumiabroncsok a pilóták és a nézők passzív védelmét szolgálták. Jelenleg egyre különlegesebb korlátok nyelik el egy becsapódás iszonyatos erejét a világ összes versenypályáján. Az autóversenyzésben mindig történnek balesetek. Néha több, olykor kevesebb. Erről még nem készült valódi statisztika.
Természetesen történnek egészen buta balesetek is, mint amilyet legutóbb Le Mans-ban láttunk. Ezek a balesetek nem tűnnek látványosnak, de végzetesek lehetnek. Vannak olyanok is, amik elképesztően látványosak, de hál' Istennek a pilóta szinte mindig sértetlenül száll ki a kocsiból. Természetesen a régi időkben nagyobb fizikai megterhelést jelentett az autók vezetése. Nem volt szervokormány, és például Monakóban 1300-szor kellett váltani. Ma csak megnyomsz egy gombot, mint egy számítógépes játékon. Nekünk nehezebb volt. Folyton váltanunk kellett, ezért egy kézzel vezettünk. Akkoriban nehezebb dolgunk volt. Másfelől azonban manapság a leszorító erő miatt nagyobb a sebesség a kanyarokban, ami fizikailag és lelkileg is sokkal megterhelőbb. Ha a 74-es edzettségi állapotunkkal kéne vezetnünk a mai autókat, komoly bajban lennénk. Vannak specialisták, akik a pilótákkal közösen fejlesztenek ki saját eszközöket vagy gépeket. Ez sokat segít az edzettségben. Az erőnlét egy baleset során is sokat számít. Minél edzettebb vagy, minél erősebb a testalkatod, annál jobban bírod az autó becsapódásából származó, testedre ható erőforrásokat. Akkor is fontos, hogyha edzésen szenvedsz balesetet. Kiszállsz, kapsz egy masszást, és ha nem sérültél meg nagyon, akkor 20 perc múlva akár már vissza is ülhetsz a kocsiba. Ha jól megnézzük, akkor a mai Forma 1-es pilóták 70-75%-a valódi atléta. Triatlonban simán a középmezőnyben végeznének. Aki először felismerte ezt, az a barátunk, Niki Lauda volt. Rájött, hogy az erőlét és a koncentráció összefügg egymással. Nem volt egy atléta, de tudta, hogy kell egy dzsungelféle valaki, aki formába hozza egy kétórás versenyre. Kétféle edzést végzek. Erősítem a nyakamat, a törzset és a karomat az autóvezetéshez. Az erőlét pedig szintén a vezetéshez, valamint a hőség elviseléséhez kell. Gyors regenerációra van szükség. Ezért triatlonozok, ahol úszok, kerékpározok és futok. A 70-es években, James Hunt idejében jó pár dolgot megúszhattál. Erre ő a tökéletes példa, és ezért is rajongok érte. Valahogy ötvözte a 70-es évek életstílusát a Forma 1-jel. Ma ez lehetetlen lenne. A pilóták a teljes verseny hétvégén elképesztően koncentrálnak, szerdától egészen a vasárnapi versenyig. Az még elfogadható, hogy vasárnap este megigyanak egy sört, mert az jót tesz a tudatnak, és egészséges is. Van egy rémegyszerű álláspontom, amit még sosem cáfoltak meg. Vegyük a sporták történetének legnagyobb pilótáit. Fangiót, Most, Prostot, Sennát, Jackie Stewartot, Fettelt vagy Schumachert, bárki. Ha egyforma ételt, edzést és információt kapnak, és mind azonos korúak lennének ma, a koruk kiválóságai ma is remek pilóták lennének, mert a vezetés a jármű dinamikájának ismeretéről, a csapatmunkáról és a kockázatkezelésről szól. Egy körön át bárkinél lehetek gyorsabb, de lehet, hogy 20 körön át nem bírják a gumik, ezért mindig mérlegelni kell a kockázatot és a nyereséget. Azt tette őket kivételessé, hogy nem csak egy körön tudtak gyorsak lenni, hanem olvasták az egész versenyt, a csapatot, a szezont, hogy az idény végén ők legyenek a világbajnokok. Ők ezt így csinálták. Hallasz? Ezt a gépet a 90-es évek elején fejlesztették ki a korábbi világbajnokkal, Jacques Villeneuve-vel.
Olyan G-erőket szimulálhatunk vele, mintha versenyeznénk. Ráadásul az üvegkabinban bármilyen éghajlatot előállíthatunk. Változtathatjuk a hőmérsékletet, a páratartalmat és az oxigént a magaslati pályák szintjéhez állíthatjuk be. Számomra óriási élmény volt, hogy a GT4-es kocsiban nem voltak akkora G-erők, mint ebben a szimulátorban. Edzésnek azonban tökéletes, főleg a megbízhatósági versenyekhez. Tökéletes felkészülést jelent a téli szezonban, és tökéletes edzést a nyári szezonban. Az autók és a pályák biztonsági fejlesztéseinek, tolók erőnek ötvözése az eddigi leghosszabb, halálos baleset nélküli korszakot hozta el a szörnyű 70-es évek óta, amely életre hívta ezt a fejlődést. Azoknak a dolgoknak nem lett volna szabad megtörténnie. Nem azt mondom, hogy minden pilóta túlélte volna, de sokuk igen. Az orvosi felszerelés egyenlő volt a nullával. Az ellátás csupán egy díszlet volt. A valódi változás abban mérhető igazán, hogy manapság a nagydíjak helyszínén lévő orvosi központ talán jobban felszerelt, mint egy hasonló balesetekre szakosodott egyetemi kórház, bárhol a világon. És ez minden egyes nagydíjon így van. Két mentőhelikopter várakozik, hogy a pilótát a legközelebbi nagy kórházba szállítsa, ahol azonnal el tudják kezdeni az ellátását. Jelenleg a mi kockázatmenedzselésünk a legjobb. És nem csak a sportban, hanem a világ bármely iparágához képest is. A Forma 1-et gyakran túlértékelik. Szurkolók és sokan mások látogatják a versenyeket, és emiatt a korábbinál nagyobb média érdeklődés kíséri a nagy díjakat. A Forma 1-nek nem ilyennek kellene lennie. Nagyjából 26 őrült sofőr rója a köröket a saját örömére. Ugyanez igaz a konstruktőrökre és a csapatok tulajdonosaira is. Szélsőséges emberek, akik azért űzik ezt a sportot, mert így tartja a kedvük. Ennyi az egész. Vannak sokkal fontosabb dolgok is a világon. De amikor eljön a Monte Carlo-i nagy díj, vagy az osztrák nagy díj, akkor egyedül a Forma 1 az, ami számít. Véleményem szerint a Forma 1 jelentősége ma már elérte azt a szintet, ami nem helyes. 5. fejezet. Viszlát Forma 1. Élet a versenyzés után. Az életem megváltozott. Emberibb lettem. Ledobtam a szemellenzőimet, és a kizárólagos brutális koncentrációmat a győzelemre. Szélesebb lett a látóköröm. Nem hiszem, hogy sikerült teljesen megszabadulnom az egoizmusomtól, de lecsökkentettem az embertársaim szintjére, így a feleségem már nem szenved tovább emiatt. Már nem csak a sport érdekel. Emberibb lettem, de ettől a sportág nem lett szegényebb. Emlékszem, amikor először találkoztam Nikivel a Forma 1-ben, nem csak azt tűnt fel rögtön, hogy ő egy világbajnok, vagy egy olyan valaki, aki sokat szenvedett a karrierje során. Úgy beszélt hozzám, mint egy fiatal pilóta, pedig egy legenda. A sportág hőse beszélgetett egy újonccal, és éppen ez az, ami igazán megszilárdítja az ő különleges örökségét. Niki Lauda 75-ben és 77-ben, majd rövid kihagyás után 84-ben lett harmadszor is világbajnok. 85-ben ismét visszavonult, Ibizára költözött, ahol a családjára és a sikeres Lauda erre koncentrált. Mit csinál Ibizán? Általában munkából ér ide, versenyekről, vagy a Lauda er egyik tárgyalásáról? Milyen az időbeosztása? Mi a fontos? A lényeg Spanyolország. Itt nincs dolgod, mert minden lassú.
A versenyekről hazatérve, hamar rájövök, hogy itt nyoma sincs annak a forgatagnak, ami máshol körülvesz. Azért, mert itt lassabb az élet. Tökéletes egyensúly annak, aki olyan munkát végez, mint én. Jó hazajönni és nem csinálni semmit. Mostanában azonban sok a dolgom, ezért próbálok minél többet pihenni. Korrekt üzlettársnak ismertem meg őt. Amikor egy órás autógramosztás volt, időben érkezett, de pontosan 60 perc múlva távozott is a helyszínről. A baleset után később jött, és korábban ment el. Számomra a valódi változást az jelentette, hogy felismerte a saját új piaci értékét. Azonnal megváltozott. Felrajzolhatnánk egy olyan vonalat, mint egy lázgörbe. Hihetetlen. Háromszor mentem hozzá a feleségét. Tudom, milyen nehéz elviselnie a munkámat. De azt is tudom, hogy már nem tart sokáig. Az a baj, hogy egyszerre nem tudok mindenre odafigyelni. Számomra lehetetlen, hogy mindent egyszerre koordináljak. Nem ismertem senki mást, aki ekkorát fejlődött, pozitív irányba. Egyszerűen tökéletes. Ez szuper. A Lauda Air 1978-ban alakult meg, amikor chartergépeket indítottunk Ausztriában. A gazdasági válság miatt a járataink többségét le kellett állítanunk, és Ausztrián kívül üzemeltettük a gépeinket. Repültünk az Egypt Airnek és Spanyolországban is. Amikor újra fellendült a turizmus és gazdaságosan repülhettünk az Austrian Airlines mellett, nagyobb repülőkre váltottunk. A BAC 111-esek két hajtóműves gépek és 104 utast vihetnek. Charterjáratokra használtuk Spanyolországba és Görögországba. Miután 1999-ben a Lauda Airt eladta az Austrian Airlinesnak, a Jaguar csapatot vezette 2001-ben és 2002-ben. 2003-ban indította el a Fly Nikit. 2012 a Mercedes I. Petronas ügyvezetői jogkör nélküli igazgatójának nevezték ki. Biztos vannak, akik nem kedvelik őt. Ők azok, akiket dühít a karrierje. De nekem, sportrajongónak, egy dolog látni a hősöket, és más dolog közöttük lenni, és kollégaként, és barátként egyaránt számítani rájuk. Ami azonnal szembetűnik az ő örökségében, az, hogy élvezte azt az utat, amit sport és üzletemberként bejárt. Megmutatja a fiataloknak, hogy mi a fontos, és hogyan ismerjék fel azt. Számomra ő egy igazi hős, és nem a balesete vagy a világbajnokságai miatt, hanem az emberi hozzáállása miatt. És ez az, amire örökké emlékezni fogok. Magyar szöveg Morvai László, szerkesztő Lerner János, hangmérnök Horváth Vilmos Zoltán, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Berzsenyi Márta. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Take the world and a love embrace. Far out of your concept wants and explode into space. Born to be